We make the strings louder. Szóval, hello srácok, én ki vagyok, és ebben a videóban kaptunk egy ilyen gearbestes cuccot. Ezt egy tripodnak nevezhető. Tudsz, ezen megáll a kamerád, ilyesmi. Így leállítod. Így, és meg is áll. Amúgy annyit tudni róla, hogy ez eléggé könnyen törik el. Szóval, ha így széjjel húzzátok erősen, akkor széjjel törik. A leírásban lesz egy link, ahol ezt megkaphatjátok. Itt ez a csavar. Erre rá tudod csavarni a kamerádat. Így rácsavartod a kamerádat. És meg is tudod így állítani. Nem fix a lábamon, de meg lehet állítani. Könnyen. Ezt úgy 8 dollárért kb. Meg tudod venni. A leírásban, ahogy mondtam, lesz egy link. Azon, hogyha rákattintottok, nekem is segítek vele, hogyha ott veszitek meg. És pedig az oldalon találhatok sok minden mást, sokkal olcsóbban, mint máshol például. Akármit megtalálhattok, kb. 50%-os áron, mint a normális. Hello srácok, én itt vagyok, és ebben a videóban Powerrel itt vagyunk. És hát a másod. Na szóval, és megyünk szakmára kamerát venni. Ja, ki tudja hol van. Szóval megyünk megvenni Emzoli kameráját. Reméljük jó lesz. Na de akkor próbálunk felvenni onnan is jeleneteket vele, stb. Ott megyünk majd egy kicsi városnézést. Ja. Na szóval találkozunk ott. Cső! Kemény vlog, te videózol közben. Oké. Na de szóval megérkeztünk, nem tudjuk, hogy hol vagyunk. Nem mutassam a táblát, nem mutassam. Mutassz. Egy kis promo már. Tiszta rost. Na de keresünk valami olyan helyet, amit meg tudom mondani Emzolinak, hogy ott vagyunk amúgy. Ez. Ez. Itt vagyunk. Na. Együnk már. Ez nem jó szerintem. Figyeld, ez figyeld, vigyázz, figyeld. Féltünk, hogy nem jó helyen szálltunk le, így nem tudtuk, hogy hol az Istenbe vagyunk, mert azt írta, hogy ez a kis állomás, meg úgy is láttuk, hogy egy kurva rozsdás helyen vagyunk, szóval azt hittük, hogy nem jó helyen, mert még... A Várnagyi állomáshoz képest azért érte. Ja. Igen, főváros vagy mi az Isten? Amúgy milyen felleg van a hátad mögött, bold meg. Elázunk, trások. Lehet. Na de szóval így ideértünk, és én mondom, nem jó helyen vagyunk, mivel ez még szarabb állomás, mint amiről jöttünk. Van egy híd. A hídra menjünk fel, és ott leszünk. Ja. Emzoli, hol vagy? Emzoli. Késel, nem szabad késni. Mondtam, 10 perc, minden 10 perc késel, és 100 legkevesebb. Ott jön, nézed a csávok biciklivel. Na szóval itt vagyunk akkor. Ide adta Emzoli a kamerát. Hello. Ingyen. Ne. Ja. Ja. Na, és most megyünk ajánlni. Emzoli úgy döntött, hogy az otthoni koszt jobb. Best of van ezen túl ezzel lesznek a vlogok nála. Meg a facecam is szerintem facecam ezzel lesznek. Facecam is, ja, fasza. Milyen kamerád van neked? Milyen webkamerád? Most valami Sony, nem tudom, full HD LG-s. Webkamera? Az mondom valami... Ja, ja. Nem tudom. Na, szóval akkor majd találkozunk ott a kajáldában. Most néztem az óvali zenénizéket. Még mindig szar állomáson voltunk, de nagy nehezen megtaláltuk Emzolit. Elmentünk, ja, a Kauflandig, ő is visszajött. Ja, kb. 30 percet gyalogoltunk. Hát románul nem tudom. Kurva jó volt. Szavaztok. Köszönjük. Csá. Na hát srácok, itt vagyunk egy étteremben, Emzoli idehozott minket. Reméljük jól lesz a kaja, stb.
Na, szóval ő nagyon sietett, mondtuk neki, üljön be velünk, de nem, úgy döntött, hogy nem. És ja, ezért beültünk ketten, és várjuk, hogy hozzanak valami kaját, mert már elég éhesek vagyunk, aztán pedig akarunk venni egy SIM-kártyát a kamerába, hogy próbálhassuk ki, mert nem volt hozzá SIM-kártya, rip. Na, reméljük. Na, cső. Na. Hát mit tudom én, tök jó fel volt szerintem, hogy korrekt, mert nekünk adta olcsóban, de másnak nem, szóval köz szépen voltál. Mit tudom én, mindig lehet jövök aztán. Azt mondta, hogy máskor is jöhetünk, beszélhetünk ilyenek. Szóval jaj, jó fej. Most nem volt ideje, ez megérthető, de... Hát most nem volt kedve meg ideje akkor. Na szóval jó étvágy, ott van egy kis, egy villa két embernek. Ezért jó étvágyat. Köszönöm. Nem hagyom itt póvert tenni. Nem hagylak enni. Szóval srácok, még el kell menjünk a Kauflandba, ott pedig lesz egy altext, azt mondta Emzoli, reméljük úgy is van. Na szóval srákok, ide értünk. What the fuck? Sanci épp veszi ki fel a pénzt. Mennyi pénzt veszel? Nem megy. Nem megy, ott az. Ahogy mondtam, már kaptunk kettő emberre két, vagyis egy villát meg egy kést, kurva jó volt, ja. És most megyünk el, vegyünk kártyát a kamerába, azaz az Altexbe, ami után Sanci vett ki pénzt. Sanci, miért veszel ki pénzt? Most megyek és felveszem. Ki, és akkor mutatom belőle a felvételt a kamerából. Na, mesélj te akkor! Hát rossz SD-kártyát vettünk bele, és hát igazából kiadtunk egy csomó pénzt, és nem jó a kamerából, és vettünk egy másikat, szóval ez úgy elég drága. 16 gigás SD-kártya volt, szóval ja. Nem, 32-es volt. Vajt, hogy ami most van benne. Ja, igen. És a 32-es mutasnál meg, hát valaki megveszi. Nem, már is hagytam. Akkor mérges leszek. Szóval teszteljük a kamerát, ezt már avval vesszük fel. Szóval a mindenségem tudja, hibás. Akinek kell, eladok. Ilyen normális SD-kártya. Na szóval, de nem láttuk semmit, érted? Na szóval, srácok, ilyen. Ja. Érted? Mindegy, azért hát, ha jó lesz, reméljük a kamera jó. Na szóval akkor majd találkozunk úton hazafele, meg néhány felvételt még felveszünk a kamerával, csinálunk pár képet vele. Ja, na hello. Közben GPS-szel elmegyünk az izéig. Legára. Jó, ezt leveszem ezt a rulán, jó? De mondjuk, hogyha beírod az izéig, szoktam már legára ki, hogy AB. Szóval kettő, nem tudom. Örülök. Tudom, hogy ezt nem lehet tudni, nem Zoli, nem tudtam. Ja, M. Zoli kamerájával veszünk, vagyis már... Hát, már ne haragudjál. Már nem, de érted. Szóval, amit én lespórolt nekünk a kamera árából, annak a duplát visszafizettük a rothadt SD-kártyára. Ja. De miért mindig csak a fél arcom van benne? Ez idegesítő. Mert nem mutat el teljesen, és a zaját fog majd ennek a szarnak. De félsz a ketté érzed elszakadni. Ja. Figyeld! Nem, én jobb benne vagyok. Menjünk, mert elbassz a kocsit, kérdezünk az itt a főben megyünk, nem számít. Nagyon látják szerintem. Szerintem lesz arrák, azt figyelik, hogy kamerázok, de ez tök mindegy. Nagyon észre. Na jó, menjünk közbe. Van oda kéne érni, lesz a 10 perc, nem lenne a jegyet. Az igen. Sietünk egy kicsit. Jó tempóval megyünk. Na szóval most menjünk odafele. Remélem amúgy, hogy jó az izé. Micsoda? A minőség. Hát hagyjál. Ilyen kérdést véget felmet tegyél. Bocsánat. Na, akkor itt a sprint meglepett, de jaj, ja, akkor este megyünk gemlingezni. Tudod, ideadod a 20 dollárt, és akkor megyünk játszani. Vagyis nyitogatni ládákat az oldaladon. Kis promovára, vagy mi az Isten. Ja. Ja, nekem úgy beadja ma a 100 dollárt, hogy beszarsz. Ötöt az újból, ötöt a régi dollárt,
állatait, amit el tudsz adni Insta szelbe olyan 9500-ért. Az durva lenne. Amúgy így megfordítom, hogyha beszél Power, de eddig nem beszélt. Nem fókuszál, de most igen. Szerintem úgy tök jó minőség, már így ez a kis szar is átadja. Csak ez is szar fog, mint elejéleg. Maxi, így, mondom, így. Jó ez a kamera szerintem. Egynek jó lesz. Add ide. Ja, most úgy felöltöztem, mint hogyha eláznánk. Így itt fogom, hogy jobb legyen. Emzali, nem tudom milyen állványod volt a Play-ten, de nem tudom, hogy hogy beszéltél vele, meg érted, meg kurvá, csak a fejem tetején van benne. Hát ő kinyújtotta nagyon. Így? Így, ja, így. Így ment végig. Elég fura. Na szóval, így elég hülyének néznek az emberek. Azt hiszik, hogy ki akarom törni a kezem. Mindegy, meg lehet szokni. Ja. Egészségedre. Bevágoltak a szart. Na rendben, akkor majd találkozunk az állomáson. Ide értünk kurva nehezen. Kb. 2 órát gyalogoltunk, de ebben semmi gond. Ja, vegyünk egyet. Na, mesélj, milyen élmény volt. Fárasztó, izgalmas, hát rossz meg jó értelemben is izgalmas. Most milyen volt meg. Meg néha idegesítek, mikor idegeskedünk. Na szóval srácok, ja, itt vagyunk a buszban, mi? Oké. Okay. Itt vagyunk akkor a vonatban. Integetek a tőlük, szevasz argentinás taglomba, integessék. Na, felnek ki estetek. Na szóval itt vagyunk, ja nem tudom, hol kell nézni. Itt vagyunk, az a lényeg. Kurvára elfáradtunk 2 óra gyaloglás után. Itt szálltunk le, nézd! Ja. 2 óra után itt vagyunk végre a vonatba. Vettünk egy-két üdítőt, ilyesmit végre. Ja, 2 órát gyalogoltunk, és szinte szerintem potyára, mivel meg tudtuk volna kerülni. De lényeg, hogy itt vagyunk a vonatba, és akkor menjünk hazafele. És nézzük a többit, amit még felveszünk az úton. Ilyenek. Na cső. Ez kurva hosszú volt. Ja, beült egy ember mellénk. Fura volt, így nem tudtunk szinte semmit beszélgetni, Sanci közben meg volt halva. Ja, mindegy, most megyünk haza. Előbb megyünk a bankautomatához, mert Sanci kódus lett. És ezért kell egy kis pénz neki, hogy legyen nyugdíja, érted? Vagy mi? Na szóval, akkor megyünk itt a városba. Ugye vagyunk fáradó, mint állat, de azért go. Este még, ja. Megvágom. Aztán pedig remélem tetszett nektek ez a mai vlog. Na köszönöm szépen. Oké. Na köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük a kamerát. Én Riki voltam. Sziasztok. Sziasztok.